Főpíreink. A Magyarország számára legutóbb megítélt 2 milliárd eurónyi uniós összeg jó része a tanári bérek emelésére megy, hangsúlyozta Navracsis Tibor. A Demokratikus Koalíció azt javasolja, hogy az idei költségvetésben csoportosítsanak át 500 milliárd forintot gyermekvédelemre, közölte Dobrev Klára. Az elmúlt nap folyamán a gázai övezetben végrehajtott izraeli légicsapásokban az izraeli csapatok megöltek több Hamas terroristát. Magyarország és Szerbia között a történelem során most van a legjobb kapcsolat, közölte Szijjártó Péter. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Heti TV iradóját látják, belföldi híreink. Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a Sándor palotában felkereste Sólyog Tamás köztársasági elnököt, közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A kormányfő és a köztársasági elnök rendszeresen fognak konzultálni egymással a Magyarország szempontjából legfontosabb geopolitikai, európai és belföldi ügyekről, mondta Havasi Bertalan. A Magyarország számára legutóbb megítélt 2 milliárd eurónyi uniós összeg jó része a tanári bérek emelésére megy, de egy jelentős rész jut a közoktatás általános korszerűsítésére és modernizációjára is, hangsúlyozta Navracsis Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter az EU források 2024 című portfólió konferencián szerdán Budapesten hangsúlyozva, ma már nem az a kérdés, hogy mikor érkeznek az Európai Uniós források, hanem az, hogy mennyi érkezik és mire használjuk. Emlékeztetette a legutóbb megítélt plusz 2 milliárd euró az eddigiben megítélt és elutasításban lévő 10,2 milliárd euróhoz társul, tehát most már 12,2 milliárd eurónyi fejlesztési forrással számolhatunk. A miniszter leszögezte, ha változó mértékben is, de egyértelműen nyertesei vagyunk az Európai Uniós tagságnak, a számok önmagukért beszélnek. Még most sincs 100%-ig elszámolva a 2014-2020-as időszak, de a legfrissebb adatok alapján az élen vagyunk az Európai Uniós tagállamok között az Európai Uniós források felhasználásában, mondta. Megbukott a liberális mainstream mesterterve az Egyesült Államokban, így nem sikerült kizáratni az előválasztási küzdelemből az esélyes Donald Trumpot, aki a szuperkeddi fordulón is elsöprő győzelmet aratott, közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárca vezető a boszniai kollégájával közös sajtó értekezletén újságírói kérdésre reagálva üdvözölte, hogy az Egyesült Államokban csúnyán kudarcot vallotta a liberális mainstreameknek a mesterterve, hogy az esélyes, nem liberális jelöltet kiütik egyáltalán a versenyzésből. És az amerikai legfelsőbb bíróság döntése nyomán a demokrata pártnak demokratikus küzdelemben kell megmérettetni magát Donald Trumppal szemben. A Demokratikus Koalíció azt javasolja, hogy az idei költségvetésben csoportosítsanak át 500 milliárd forintot gyermekvédelemre, közölte Dobrev Klára, az ellenzéki párt EP képviselője szerdán Budapesten sajtótájékoztatóján. Dobrev Klára elmondta, hogy az összegből 100 milliárd forintot költenének a gyermekvédelmi intézmények és a nevelőszülői hálózat megerősítésére, valamint a bentlakásos intézmények felújítására és fenntartására. A politikus hozzátette, hogy 93 milliárd forintot az önkormányzatoknak utalnának, amit azok a jelzőrendszerekre, illetve a gyermekjóléti és családsegítői szolgálatokra fordítanának. Rámutatott, hogy sok gyerek a családja rossz anyagi helyzete miatt kerül be a gyermekvédelmi intézményrendszerbe. A DK ezért továbbra is kezdeményezi a családi pótlék megduplázását, ami 307 milliárd forint plusz forrást igényel, hangsúlyozta Dobrev Klára. A DK árnyék miniszterelnöke közölte, a gyermekkel foglalkozó intézményekben megfelelő számú segítő szakemberre van szükség, akiknek tisztességes bért kell adni. Szerinte a panaszokat helyben kellene kezelni, méghozzá azonnal és hatékonyan. Külföldi híreink. Az elmúlt nap folyamán a gázai övezetben végrehajtott izraeli légicsapásokban az izraeli csapatok megöltek több Hamas terroristát, köztük olyanokat, akik részt vettek az október 7-i támadásban is, jelentette az izraeli védelmi erők a reggeli tájékoztatóján. Az észak-gázai Beit Hanunban egy vadászgép célbe vett egy épületet, ahová a Hamas két operatívját látták bemenekülni. A vadászgépek szintén csapást mértek két terroristára, akik részt vettek az október 7-én végrehajtott mészárlásban. Ezen kívül a Hamas elitnukba a haderejének két szakaszparancsnokát és egyik osztagparancsnokát külön csapásokban likvidálták.
Mindeközben Gáza középső részén a Nahal Dandár az elmúlt nap folyamán mintegy 20 Hamas fegyverest ölt meg, többek között mesterlövészek tüzével és légicsapások irányításával. Légicsapást hajtottak végre egy olyan helyszín ellen is, ahonnan terroristák rakétákkal lőttek a Nahal csapatait Gázában. A hadsereg szerint a támadást követő másodlagos robbanások arra utalnak, hogy rakétákat tároltak ott. Az Állami Vizsgálóbizottság szerdán nyilvánosságra hozott jelentése szerint Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök, Amir Ohana volt belbiztonsági miniszter, Jákov Avitán volt vallásügyi miniszter és Jákov Sabtai jelenleg is hivatalban lévő rendőrfőkapitány személyes felelős a 45 ember halálát okozó 2021. áprilisában történt Meron-hegyi katasztrófáért. A vizsgálóbizottság szerint Netanyahu-nak tudnia kellett, hogy a zarándokhely évek óta elhanyagolt és veszélyes, és nem járt el a tőle elvárható módon az esetleges katasztrófa megakadályozása érdekében, és ezért személyes felelősség terheli a tragédiáért, amelyben agyontaposták a szűk átjáróba szorult zarándokokat. A testület nem tett javaslatot a miniszterelnök elleni intézkedésre, szintén személyes felelősnek találták Amir Ohana akkori belbiztonsági minisztert, és azt javasolták, hogy többet ne tölthesse be ezt a posztot. A szintén felelős Jákov Avitán volt vallásügyi miniszter, a bizottság javaslata szerint nem lehet többé miniszter izraeli kormányban. Jákov Sabtai rendőrfőnökről azt írták, hogy az általa elkövetett mulasztás miatt menesztését javasolnák, ha jelenleg nem lenne különleges háborús helyzet. Sabtai megbízhatása egyébként a nyár elején jár le, miután a közelmúltban a háború miatt 6 hónappal meghosszabbították azt. A Hamász-Palesztin iszlámista terrorszervezet kijelentette, hogy közvetítőkön keresztül folytatja a tárgyalásokat Izraellel, amíg meg nem köttetik a tűzszüneti megállapodás. A szervezet állítása szerint kellő rugalmasságot tanúsít az egyesség megkötéséért, amelyhez véget kell vetni az agressziónak a gázai övezetben, és Hamász azzal vádolta meg Izraelt, hogy akadályokat gördít a megállapodás útjába. Az Egyesült Államok, Katar és Egyiptom képviselői Kairóban tárgyalnak a Hamásszal a lehetséges tűzszünetről. Izrael közvetlenül nem vesz részt a megbeszéléseken, Benjamin Netanyahu miniszterelnök a többi között követeli, hogy az iszlámista szervezet hozza nyilvánosságra a gázai övezetben fogva tartott és még életben lévő túszok nevét. A Hamász azt állítja, hogy az izraeli támadások miatt jelenleg nem tudja megmondani, hogy ki van még életben azok közül, akiket elhurcoltak. Az Európai Unió támogatja azokat az erőfeszítéseket, melyek egy tengeri humanitárius folyósó létrehozását célozzák a gázai lakosság ellátásának biztosítására. Az izraeli-palesztin fegyveres konfliktus idején, közölte Eric Maymer, az Európai Bizottság vezető szóvivője szerdán. Az Európai Bizottság szokásos napi sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva a szóvivő egyebek mellett közölte, mivel Ciprus a tengeri humanitárius folyósó létrehozását célzó kezdeményezés élére állt, Ursula von der Leyen bizottsági elnök a Szigetországba utazik. Tájékoztatása szerint Ursula von der Leyen pénteken felkeresi Larnaca kikötőjét, hogy meglátogassa a gázaiak ellátását célzó közös uniós segítség eljuttatására kialakított központot. Az Európai Bizottság az izraeli-palesztin konfliktus kezdete óta hangsúlyozza, hogy támogatást kell nyújtani a rászoruló palesztinoknak. Ahogy hangsúlyozza azt is, hogy a Hamászhoz és annak terrorista tevékenységeihez nem kötődő ártatlan palesztinok helyzete a legnagyobb aggodalomra ad okot. Érdekükben minden lehetséges lépést meg kell tenni, fogalmazott. Magyarország és Szerbia között a történelem során most van a legjobb kapcsolat, ami bizonyítja azt is, hogy a határon túli magyar közösség erőforrás a szomszédos országokkal felépített együttműködésben, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A magyar külpolitikának a szíve közepe a nemzetpolitika, ezért mindig meghívják a határon túli magyar közösségek egyik vezetőjét a nagyköveti értekezletekre, ahogy az ezúttal is történt. Ezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter mondta a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével, Pásztor Bálinttal folytatott találkozóját követő sajtótájékoztatón. Először is gratulált Pásztor Bálintnak pártja kiváló szerepléséhez a decemberi szerbiai választásokon, és leszögezte, hogy ez hatalmas eredmény, különösen a mai kihívásokkal teli időszakban. Szerbia, a Vajdaság, a VMS együtt szolgáltatnak bizonyítékot arra,
hogy helyes a külpolitikai stratégia, amely arra épül, hogy minél jobb kapcsolatot építsünk ki a szomszédos országokkal. Mert minél jobb a kapcsolat egy szomszédos országgal, annál jobb a helyzete az ott élő magyar nemzeti közösségnek is, mondta. A gázai hadműveletek azonnali humanitárius célú szüneteltetésére szólította fel Izraelt David Cameron brit külügyminiszter. Cameron, aki Londonban fogadta Benny Gantz izraeli tárca nélküli minisztert, volt kormányfőt, a jelenlegi háborús kabinett tagját, a megbeszélés utáni nyilatkozatában úgy fogalmazott, Izrael, amely megszálló hatalomként van jelen a többségében palesztin lakosságú gázai övezetben, jogilag köteles biztosítani, hogy a segélyszállítmányok eljussanak a civil lakossághoz. A brit külügyminiszter szerint a jogi felelősség következményekkel jár, például akkor, amikor mi itt az Egyesült Királyságban azt vizsgáljuk, hogy Izrael eleget tesz-e a nemzetközi humanitárius törvényeknek. David Cameron hangsúlyozta, a harcok azonnali humanitárius célú szüneteltetése mellett London szükségesnek tartja a segélyek elosztására szolgáló kapacitások bővítését a gázai övezeten belül, a szárazföldi és tengeri továbbítási útvonalak bővítését, valamint a Gázába beengedett humanitárius segítség formáinak kiterjesztését, beleértve az infrastruktúra helyreállításához szükséges, kritikus fontosságú eszközöket is. Bővebb információt a brayerpress.com vagy a hetitv.com oldalon olvashatnak, most pedig pár mondat az időjárásról. Ma erősen felhős idő várható, este többfelé esőre kell számítani. A hőmérséklet jellemzően 6 és 11 fok körül alakul. Én megköszönöm figyelmüket, további szép napot kívánok, viszontlátásra!